Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól, mert az energia hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. Vannak az ujjaink jógái is, aminek van megnyugtató hatása, vagy van gyógyító hatása. Most mutatok egy gyakorlatot, amit akkor használhatsz, ha problémák vannak, és ezeket meg kell oldani. Mutatom a kezemet, a másik kézzel hátulról így átöleljük, a hüvelyk ujj itt középen marad, és a másik hüvelyk ujjal átöleljük az ujjunkat. Amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk, kilélegezésnél pedig elengedjük. És mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold a kos jegyében van mindkét napon. Az utal a tűz elemére, a lelkesedésre, a bátorságra, a mozgásra. Itt lehet egy új irány, lehet egy új kezdet is. 11-én a hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomód, ami utal természetesen kármikus témákra, és Ráhú jelent egy új irányt. Itt lesznek változások, meglepetések, olyan dolgok, amire nem is számítottál. De a tűz eleme segít abban, hogy ez lelkesítsen téged. A hold mozgása jól hat ki Mars bolygóra. Mars bolygó jelenti az erőnket. És hova fektessük be az erőnket? A jó kapcsolat miatt ez látható lesz. Tehát tudni fogjuk azt, hogy hol van erre szükség. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, és a férfiaknál lesznek fontos döntések, változások, meglepetések. Ami Vénusz bolygót és a hold mozgását illeti, itt van egy kapcsolat, egy úgynevezett kvinkunksz kapcsolat, ami nálunk hölgyeknél bizonytalanságokat vált ki. Én ezt a kapcsolatot úgy szoktam elmagyarázni, hogy képzeld el, hogy van előtted egy inga. És én megkérdezem, hogy mondd meg, hogy milyen irányba fog kimozdulni. Akkor a válaszod a következő. Nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy balra, lehet, hogy jobbra, az is lehet, hogy el sem mozdul. És pontosan így érezzük mi hölgyek magunkat a napokban. Milyen változások legyenek, nem tudom, mi legyen az irány. Ami segít, az az életerő, amikor biztos vagy a dolgodban. Akkor befektetheted oda az életerődet, és akkor legyen meg ez a bizalom, ez a belső egyensúly. És a jóga gyakorlat segít abban, hogy átedd magad az akadályokon, és old meg a problémákat, ami úgy a jelen pillanatban van nálad. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. 11-én a hold az a Brahmani holdházban van, ami utal az őseinkre, utal a múltra. Itt az ős anyáról, a teremtésről is szó van, tehát megvan a kapcsolat az isteni hatalommal, vagy lesz itt egy spirituális
irány egy spirituális terület. 12-én a hold, az a kritika holdházban van. És ezen a területen van az aranykapu, az ekliptikán, a hiádok és a plejádok. Itt lesz egy új irány számunkra, és mi hozzuk meg a döntésünket. Az a fontos, hogy tudjuk azt, hogy melyik irányba kellene tekinteni. Vannak jó gondolatok, vagy szép érzelmek, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok, negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgy sem lesz semmi. Ebben az esetben mindig a holló anyónak a meséjére gondolok. Mi döntjük most el, mi vagyunk a szutykos Mari, vagy mi vagyunk az arany Mari. Attól függően, hogy hogyan gondolkodunk, milyenek az érzelmek, és melyik irányba tekintsünk. Az is fontos, hogy legyen meg a belső nyugalom, az önbizalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!